Sziasztok! Gyuri Szabolcs vagyok. Jelenleg egy nyomdában dolgozom, de ez ne tévesszem meg senkit. Egyébként a pécsi, akkor még Polák Mihály Műszaki Főiskoláról jöttem fel. Sokat nem fog nektek mondani, hogy fülbevalós villamosmérnök vagyok. Ez annyit tesz, hogy a villamosmérnöki szakon gyakorlatilag politikai korrekten megfogalmazva három kaszt létezik. Vannak a rendes emberek, akik az elektromossággal foglalkoznak, vannak a nem rendes emberek, ők az automatizálással foglalkoznak, és vannak az informatikusok, akik meg a fülbevalósok. Ma egy webes keretrendszert mutatok be nektek, amivel viszonylag egyszerűen lehet webet programozni. De akkor bele is vágunk az első szlájdra. A vezető fejlesztője Massimo Di Piero, ő 2007-ben elkezdte fejleszteni ezt a rendszert, nagyjából oktatási céllal, hogy a diákjai megtanulják, hogy milyen részekből áll egy webes alkalmazás, hogy azt hogyan kell elképzelni, hogyan lehet leprogramozni, hogyan lehet odafigyelni arra, hogy lehetőleg védettek legyünk a mindenféle cross-site scripting és code injection és hasonló terén, illetve bemutassa nekik a session kezeléstől kezdve az adatbázis kezelésen keresztül a mindent. Ennek a licensze LGPL 3, gyakorlatilag lehet vinni, lehet fejleszteni, lehet használni. Hogyan jutottam el ide, hogy ezzel a dologba belefutottam? Igazából annak idején én Bash scripttel és egy kis Perl-lel írtam egy segédprogramot, amit borversenyhez használtunk Hőgyészen, édesapámnál. Hát ez nagyjából a kalapács és a szög esete, azt ismeritek, ha van egy kalapácsod, akkor minden szögnek nézel. Ez még mindig az lesz. Tehát webes rendszerben megírni egy borverseny támogató szoftvert, ez nagyjából szinte ugyanaz a kategória, mint a Bash scripttel és LaTeX-el megírt támogatás, de tanulásnak nagyon jó volt. Úgyhogy sokat ingáztam annak idején Budapest és Pécel között, és a vonaton gyakorlatilag egy 20 perc alatt rátaláltam erre a Web2Py nevezetű webes keretrendszerre, ami azt hirdette magáról, hogy gyakorlatilag letöltöm, elindítom, és ott van, és működik, és tudom csinálni, sőt, beépített szerkesztővel, mindennel együtt. Úgyhogy a második vonatutamon már fönn volt a laptopon, és már a Hello World az már működött rajta. Úgyhogy roppantul boldog voltam, ki is vettem rögtön 2 hét szabadságot, hazamentem és átírtam a Bash shell scriptemet, a borversenyes scriptemet ezzel a keretrendszerrel egy webes megfelelőre. Otthon a család egy kicsit csodálkozott, hogyha már elmentem szabadságra, akkor miért nem velük foglalkozom, és miért beülök a sötét szobába, és kódolok éjjel-nappal. De meg lett az eredménye. Na hát ennyi a bevezetőről. Megyünk tovább. Igen, hát így nézett ki annak idején a dolog. Ezt 2009-ben csináltam. Megkerestem a kódot, mert azóta sajnos ez 1 évet élt, és utána egyéb okok miatt ez a borversenyes téma, ez lekerült a napirendről sajnos. A bort azóta is szeretem, tehát azzal nincsen gond. Viszont felbútoltam, és megnéztem gyakorlatilag a sablon rendszerében 2 darab passz hiányzott, ezt javítottam, és a 2007-es kód a jelenlegi keretrendszerrel működik, ahogy van. Tehát ezzel a rendszerrel gyakorlatilag garantálják azt, hogy visszafelé kompatibilis marad. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag a szlájdban lesz majd egy-két olyan képernyő kivágás, hogy ami az admin felületről lett kiszedve, és éppen tegnap megváltoztatták az egészet. Tehát így már úgy az egészet, hogy a design megváltozott, tehát a funkcionalitás az bővült, de már nem úgy néz ki.
ott van minden, csak már kék és nem piros, és tehát így ilyen szinten. De ennek örülünk, és egyébként meg működik a kód, tehát ezzel nincsen gond. Egyedül, ha kiderül valamiről az, hogy biztonságilag aggályos, azon hajlandók változtatni, de úgy, hogy vagy benne van a changelogba, vagy a levelező listán felhívják a figyelmet arra, hogy itt ezt megváltoztattuk, benne van, tehát ha még oda teszel valamit a végére, akkor el tudod húzni a régi funkcionalitást, ha másképp nem lehetett megoldani, és biztonsági problémát jelent, de már nem ajánlják, és akkor mindenki ugye tekerje utána a kódot, ahogy tudja. Mi kell neki? Puritánul egy Python 2.5-től fölfelé gyakorlatilag használható, Python 3-ot nem. Tehát egyelőre az nem működik. A végén majd lesz szó róla. De Windows, Mac, Source Code, hogyha letölti valaki, Linuxon használható, működik, Java-val is, Jitonnal. Minden benne van, ez például egy képernyőkép az admin felületéről. Látszik, hogy az egyik oldalon itt vannak az alkalmazások. Aztán itt van, hogy mit lehet vele csinálni, itt az editálástól kezdve, adatbázis turkáláson keresztül, a hiba tiketek kezelésén át, gyakorlatilag verziókezelés minden benne van. Beépített szövegszerkesztője van kód színezéssel. Gyakorlatilag, ha letöltöttük és elindítottuk egy Python web2py.py parancsor begépelése után, feljön egy admin felület, behozza az alapértelmezett böngészőt, és bejelentkezhetünk, és már írhatjuk is az alkalmazásunkat. Minden gyakorlatilag benne van hozzá. Nem kell VI-t használni, nem kell fejlesztő eszközt használni, Eclipse-et, de lehet, tehát semmi gond nincsen vele, de minden integrálva van. Még debugger opciók is vannak benne. Akkor létrehozunk egy alkalmazást, az alkalmazásba, hogyha lekolonozzuk, illetve tehát amikor létrehozzuk az alkalmazást, belekerül egy adatbázis kezelő rendszer is, ezutána gyakorlatilag az alkalmazással együtt éli életét, ezutána már független a keretrendszer fejlesztésétől. Gyakorlatilag az alkalmazásban definiált táblák megjelennek benne a mezők, újat tudunk létrehozni, lekérdezéseket tudunk végezni, törölni tudunk benne. Gyakorlatilag egy alap adatbázis kezelő rendszer már benne is van. Igen, amiről az elején beszéltem, hogy miért is csinálták, kik csinálták, hogyan csinálták, mire jó ez, gyakorlatilag ami lényeg, 2007 első verziója óta visszafelé kompatibilis, és azt mondják, hogy ez így is marad. Aztán ez gyakorlatilag magába foglal egy webszervert is, tehát még csak az se kell hozzá, hogy egy webszervert letöltsünk, és felkonfiguráljunk, és használjunk, hanem van benne egy Rocket nevezetű Pythonos szerver, ami rögtön használható is. Ha nem ezt akarjuk, más elképzeléseink vannak, gyakorlatilag Apache-tól kezdve Light HTTPD, Cherokee, minden működik. CGI felület, FastCGI, VSGL, ModPython, ModProxy, gyakorlatilag végtelen, ahogy kombinálhatjuk a jelenlegi infrastruktúránkba, szabadon beilleszthető gyakorlatilag minden. Adatbázis kezelése hihetetlen, szerintem, bár így rendszergazdaként én továbbra sem vagyok adatbázis mérnök, úgyhogy csak így a teljesség igénye nélkül az SQLite-tól kezdve Postgres, MySQL, MSSQL, Firebird, Oracle, IBM, DB2, Informix, Ingress,
Google App Engine, tehát a Google-nak a cloud infrastruktúrájába lehet telepíteni ezeket az alkalmazásokat. Nincsen ezzel gond, működik. IMAP-ot tud kezelni adatbázisként. Hogyan néz ki? Mondjuk egy alkalmazás, hogyan megy a böngészőből, hogyan lesz böngésző kérésből, hogyan lesz egy válasz. Modell, nézet, vezérlő, tehát ez a MVC nevezetű dizájnt használja, ezt a metódus preferálja ez a rendszer. A kérés elmegy a szerverhez, a szerverből elmegy egy ilyen előfeldolgozó rendszerig, ott az URL-ek lecserélése megtörténik, a megfelelő szabályok alapján a bemenet ellenőrzésre kerül, elindítja a session-t, elindítja a tranzakciót, majd a modellhez ér, ott van az adatbázis kapcsolat, ott létrejön az adatbázis kapcsolat, vagy a poolból a már meglévő kapcsolaton keresztül mennek tovább az adatbázisos dolgok. Beállítja a globális változókat, amik gyakorlatilag van egy pár dolog, ilyen a session változó, van egy response változó, van egy request változó, és még sorolhatnám. Ezután gyakorlatilag az alatta lévő részeken, a controlleren, a view-ba mindenhol használható és elérhető az itt a modellnél beállított érték. Utána megtörténik a controllerben, ugye az alkalmazás logikája van benne, megtörténnek az adatbázis írások, megtörténnek az adatbázis olvasások, mindenféle dolgot lehet csűrni, csavarni, akár PDF-et készíteni riportlabbal, bár van egy PyF PDF csomag, ami hozzá van csomagolva ehhez a webes keretrendszerhez, ami kvázi egy HTML kódot képes egyből a PDF-re lefordítani, és akkor nem egy browserben megjelenítető kód lesz, hanem le lehet tölteni magát a PDF-et. Tehát én láttam alkalmazást, ahol ilyen kezdetleges számlaképet azt úgy megcsinálták, hogy megkapja a HTML-ben, rábök, és akkor ugyanaz a kód gyakorlatilag már jön PDF-be. És utána, ha az adatbázis műveletek és a logika lefutott, akkor át lehet adni a megjelenítési rétegnek egy dictionary-t, aminek a változói felhasználhatók a sablonokba, majd ebből az egészből generálódik egy HTML kód, vagy egy XML, vagy egy JSON, vagy egy RSS, vagy egy akármicsoda, vagy egy filestream, teljesen mindegy. Ezekhez mindegyikhez segítséget ad ez a rendszer, majd visszakerül a main részbe, ami utána elkerül a szerverhez, és már meg is kaptuk a böngészőnkbe azt a választ, amit kérdeztünk. Reméljük, hogy nem csak 42 lesz, ez a későbbiekben kiderül. Nagyjából erről szól ez az MVC dolog. Gyakorlatilag a fájlok ebbe a keretrendszerben, tehát egy alkalmazás az egy könyvtár. A könyvtárban vannak alkönyvtárak, ezekkel a nevekkel, amik itt láthatók, Models, Views, Controller, Private, Test, Cron, Cache, és majd még lesz egy következő slide, ahol gyakorlatilag struktúrába rendezve ott van minden fájl a megfelelő helyen, könnyen kereshető, logikus elrendezésben. Itt látjátok, hogy mi mire szolgál, nagyjából sok mindent erről nem kell első körben mondani, szerintem még ennyi könyvtár van hozzá. Például itt, ami érdekes lehet, amire később még, illetve később már nem lesz szó, az errors. Ez a rendszer támogatja azt, hogyha bármiféle hiba történik, tehát bármilyen le nem kezelt exception jön létre, akkor
abból egy hiba ticketet generál, amiben benne van a teljes traceback, meg lehet nézni, hogy mi történt, megmutatja, hogy melyik kontroller, melyik funkció, melyik soránál, milyen változók értékénél, milyen attribútumoknál, és hol volt a hiba. És ezt mind az admin felületen keresztül gyakorlatilag lekezelhető. Ott lehet debuggolni, ott meg lehet nézni, lehet törölni ezeket a hibajegyeket. A felhasználó ebből annyit lát, hogy nem túl szerencsésen kiírja a rendszer, hogy ticket issued, és akkor van egy hosszú URL, amit hogyha a felhasználó elküld a részünkre, akkor tudjuk, hogy melyik volt az a konkrét hibajegy, ami nála előfordult, és már tudunk rá reagálni. Az upload könyvtárba kerülnek azok a fájlok, amit a keretrendszeren keresztül töltünk fel. Tehát, hogy csinálunk egy formot, amiben van egy fájlfeltöltés, akkor azok a fájlok az upload könyvtárba kerülnek bele. A sessionbe értelemszerűen session adatok vannak. Megjegyzem, hogy van lehetőség arra, hogy az adatbázisban magába tároljuk a session adatokat, illetve ugyanúgy adatbázisban tárolhatjuk a fájlokat is, hogyha éppen kedvünk van hozzá. A statikban a képek, CSS, JavaScript, bármi, ami nem dinamikusan generált dolog. Működéssel kapcsolatban még annyit. Látszik a dispatcher rendszere, hogy az adott URL az hogyan fordítódik le egy ilyen logikai részre. Jó, nem tudom, hogy ki az, aki látott már ilyet, hogy foglalkozott ilyenekkel, hogy ezek hogyan fordulnak le, hogyan működnek, hogyan lesz az egy URL-ből konkrét egy fájlban lévő funkció hívás. Nagyjából ez a rész. Ez ilyen. Na akkor nézzünk, gyorsan menjünk az adatbázis kezelés. Gyakorlatilag adatbázis definiálni, ennyi az egész. És van egy DB-nk, innentől kezdve lekérdezéseket, például select, vagy update, vagy insert, vagy delete, vagy truncate, akármit lehet vele csinálni. Nagyon egyszerűen táblákat összekapcsolni, joinolni, simán meg tudja. Egyedül, amit nem tud, és nem is fognak belefejleszteni, az az adatbázis tábláknak az indexelése. Ugyanis az olyan logikai hátteret igényelne, ami már túlesik ezen a keretrendszeren. De van rá lehetőség egyébként egy execute parancsa, gyakorlatilag bármilyen SQL-t le tudunk futtatni a keretrendszeren belülről is. A tranzakciónak akkor van vége, tehát minden tranzakcióba indul, és amikor legenerálódott az a válasz, amit az ügyfél, a felhasználó szeretne látni, és megjelent a böngészőjében, és nem volt hiba, az adatbázis írások akkor véglegesítődnek, tehát egész addig, amíg még a logika fut, és írogattunk az adatbázisba, az egy tranzakción belül van, és hogyha hiba van, akkor csinálj rollbacket, tehát mintha nem történt volna semmi. Bejelentkezésre RBAC, tehát role-based access control van. Egyébként az alkalmazás szinten, azon kívül, hogy van egy saját rendszere, ami gyakorlatilag e-mail visszaellenőrzéssel, akár kapcsával keresztül, kapcsán keresztül képes hitelesíteni, kapcsát felhasználva képes hitelesíteni a felhasználót. Még ezekre mind lehetőség van. Tehát PAM, LDAP, Google App Engine, OpenID, OAuth 2, LinkedIn, gyakorlatilag bármi. Az, hogy egy index funkciót el tudjunk érni belépéssel, az gyakorlatilag ennyi. Tehát azt kell mondani, hogy out, request, login, és már jók is vagyunk. Ez a slide igazából csak arról szólna, hogy ezt a Web2Py környezetet, ha írtunk egy webes alkalmazást, annak a
kibővítését megtehetjük úgy is, hogy ha egy sima segédscriptet kellene használni, amiben mondjuk ugyanaz az adatbázis benne van, és szeretnénk használni ugyanazt az adatbázis absztrakciós rendszert, mint amit ennél a webes keretrendszernél használtunk, van rá lehetőség, tehát a webes keretrendszeren keresztül hívjuk meg a Python scriptünket, akkor gyakorlatilag megkapjuk vele ezt az adatbázis absztrakciós rendszert is. Itt még lesz egy szlájd arról, hogy igen, hogyan van a reCAPTCHA integrálva ebbe a rendszerbe, gyakorlatilag egy-két sor beírásával egy formba megkapjuk. Ennek a szlájdnak az lenne a lényege, hogy minimálisan, de jQuery-re épül a megjelenítés, illetve az Ajax és JavaScript része a rendszernek, aki ezt szereti vagy ismeri, az élvezni fogja ezzel a munkát. Többnyelvűség, ebben a szlájdban van egy hiba, ezt tegnap este vettem észre, azt mondjuk neki, hogy kikényszerítjük a WHO nyelvet, majd betettem az előző szlájdnak az angol megfelelőjét. De a lényeg az látszik benne, hogy használható dolog. Ez egy kinézet arról, hogy az alkalmazás hogy nézhet ki. Hát gyakorlatilag ez egy webes felület, egy webes program. Pluginezhető komponensek lehetnek benne. A komponens behívása az gyakorlatilag Ajax-szal hívunk meg egy funkciót a kontrollerből, és gyakorlatilag aszinkron módon kerül bele a weboldalba. Sablonrendszerbe képesek vagyunk Python kódot írni, annyi az eltérés, vagy annyi a megkötés, hogy ugye a HTML-ben nincs ilyen, hogy beljebb kezdjük, tagoljuk, úgyhogy ezt a vége van az előadásunknak is vége van sajnos. Vége van egy ciklusnak, az egy passz beírásával valósítható meg. Hát igen, vannak pedig ilyen szép szlájdjaim még, például ez egy a pikpak pontok a Google térképén való megjelenítése, amit meg lehetett csinálni. Igen, jQuery UI, Twitter, Bootstrap, CSS az, amit alapból használnak. Aki nem CSS zsonglőr, szerintem szereti. A Twitter megcsinálta magának, ez egy ilyen, minek mondják, tehát responsív, tehát ahogy változtatom a képernyő méretet, úgy átméretezi a dobozokat, amik egymás mellett voltak, azt beteszi alulra. Tehát egy gyakorlatilag, igen, ez már nem teljesen az, ez jQuery Mobile-al gyakorlatilag, igen, oké, köszönöm szépen. Elnézést kérek mindenkitől, legközelebb jobban összeszedem magam, és rövidebbre fogom a vezetést. Sajnos ennyi van, de itt kint leszek, bárkinek kérdése van, keressen, nagyon szívesen segítek, bármit elmondok, lehet rám szavazni. Köszönöm szépen.